A kelet-magyarországi határvidékre átcsoportosított haderő továbbra is folyamatosan jelen van a térségben, együttműködik a belügyi szervekkel és kiveszi a részét a humanitárius feladatok ellátásából. A határmentén szolgálatot teljesítő katonákat egy hazai italgyártó cég felajánlásának köszönhetően látták el adománnyal. Mivel most egy megerősített határvédelem van itt Fehérgyarmaton és a keleti ország részben, hogy a katonáknak is szüksége lehet egy kis energiára, egy kis töltekezésre, ezért megkerestem a céget és kértem, hogy tudná-e segíteni a katonaságnak. Természetesen nagyon nagyvonalúak voltak, és három raklapnyi italt adtak, ami körülbelül 8000 darab doboz italt jelent, és én úgy gondolom, és mindenki így is gondolja a környezetemben is, hogy egy a biztos, hogy mi a háborúból szeretnénk kimaradni, úgy gondolják az ott élő emberek is, és nekünk egy békés, biztonságos fejlődésre van szükségünk, és ehhez az ott élő emberek, a cégek is minden tőlük telhetőt megadnak. A keleti határvidék országgyűlési képviselője a települések és a Magyar Honvédség összefogásával kapcsolatban elmondta, az önkormányzatok, a lakosság és a katonák között sikeres az együttműködés és kölcsönös a segítségnyújtás. Én úgy látom, hogy nagyon jó az összhang. A Honvédség küldött ki egy tájékoztató levelet, kifejezetten a polgármestereket kérte, hogy esetlegesen a lakosságot, ha meg kell nyugtatni, akkor nyugtassák meg. De én látom az embereken, szinte minden nap valamelyik határszakaszon ott vagyok, hogy kifejezetten örülnek annak is, hogyha esetleg határszakaszon is megjelenik a katona, és megnyugtató látni, hiszen azért csak háborúdul a szomszédban. Az anyák, az édesanyák, a nagymamák nyugodtak, hogyha látják a katonákat is. Ahogy megítéltem a miniszter úr látogatásakor, úgy kezelik sokszor a hölgyek, a katonákat, mint a saját gyermekük lennének, tehát a ellátást nagyon dicsérték a katonák. Tehát én úgy gondolom, hogy fontos, és tényleg jó, korrekt, gördülékeny a viszony. A Magyar Honvédség a szárazföldi és légijárőrszolgálat biztosításával folyamatosan jelen van a térségben, és garantálja az ország, valamint a magyar emberek biztonságát.